A nagy felfordulás. Késő nyári délután volt. A rét virágai álmosan ingatták fejüket a sárguló fűben. Csodálatos időnk van. Úgy sétálnék egyet. Remek ötlet. Tényleg jól esne egy kis testmozgás. Hilda és Béla bá feltápászkodtak, hogy halkan, nehogy felébresszék a többieket, leugráltak a kupacról. Séta, ez csak úgy a séta kedvéért. Sosem tudtam, mit gondoljak a lepkehalakról, amikor reddesni látom őket odafent, olyan, mintha egy tenger lenne az ég helyén. Bizonyára ők sem tudják eldönteni, hogy két fejűnek lenni furcsább, vagy lepkehalnak. Közben egy kis facsoporthoz értek. Milyen érdekes az az odú? Olyan, mint egy kulcsjuk. Ahol kulcsuk van, ott kulcsnak is kell lennie. Béla bá azzal keresgélni kezdett botjával a fűben. Ezt keresitek? Ezek szerint nálad van. Ha nem így volna, kézen közön eltűnne. Most mi lesz? Azt majd meglátjuk. Béla bá beledugta a kulcsot a lyukba, és elfordította. Nem történt semmi. Csak leesett a kalapom. Ott van. Felrepült? Inkább leesett. A két kufli értetlenül nézett rá. Amikor eltekerted a kulcsot, megfordult a rét. Ennyi az egész. Ritkán ugyan, de megtörténik. Most fent van, ami eddig lett volt, és lent, ami eddig fent. Na, nekem mennem kell. Arrivederci! Most mi lesz? Megpróbálom visszacsinálni. Úgy látszik, visszafelé nem működik. Akkor örökké fejjel lefelé maradunk. Hidd el, meg lehet szokni. Esetleg próbáltok meg kézen állva, tanácsolta egy pók. Nem is rossz ötlet. Hó, elég kényelmetlen. Hozzunk segítséget. Valahogy helyre kell ezt hoznunk. Fogták magukat, és két kézen lépkedve visszasiettek a kupacukhoz. Ti meg mit csináltok itt fejen állva? Igazából a rét állt fejre, nem mi. Sürgősen vissza kéne billenteni. Úgy érted, hogy most mindannyian fejjel lefelé vagyunk? Így van, magam sem értem, hogy történhetett. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem értem. Akkor miért nem potyogunk le a rétről? Talán mert annyira hozzátartozunk. Csak nehogy egyszer mégis lehessünk róla. Van egy ötletem. Ha minden rétlakó összegyűlne valahol az elhagyatott rét szélén, és ott egyszerre ugranánk egy jó nagyot, azzal talán vissza tudnánk billenteni a rétet. Remek ötlet! Hol legyen a gyülekező? A legutolsó bokornál. Az a rét legszélén van. Könnyű megtalálni. Néhány lépésre van az utolsó előtti bokortól. Sietve szétszélettek. Titus észak felé indult, Pofánka délnek, Valér keletnek, Zödön pedig nyugatnak. Fityirc meg... Na, ő szaladgált egy kicsit erre is, egy kicsit arra is.
Mi egyenesen a bokorhoz megyünk, mondta Béla bá Hildának, akit szemlátomást megviseltek a történtek. Alig egy óra múlva minden rétlakó ott gyülekezett izgatottan a legutolsó bokor körül. Ha azt mondom hopp, mindenki egyszerre ugorjon egy nagyot. A rétlakók elcsendesedtek. Hopp! Én megyek, és visszaadom a kulcsot a vakondnak. Talán jobb lenne, ha ezentúl mi őriznénk. És bármikor felfordíthatjuk vele a rétet. Felfordulás kulcs nélkül is tudunk csinálni. Mit szólnátok inkább egy ünnepi kézenjáró versenyhez? Kézen, szárnyon és csápon járó verseny legyen, hogy mindenki indulhasson. Cél a kuflikupac! Kiáltotta Titus, mire mindenki elindult. Egymás hegyén hátán ugrabugráltak keresztül az elhagyatott réten. A legutolsó bokor csodálkozva nézte őket. Még csak el nem tűntek a táborba. Most akkor melyik fejem van fent? És melyik lent? Némely reggeleken nagyon szép az elhagyatott rét, finoman borzolja a szél a harmatos füvet, színes lepkék kergetőznek az ébredező virágok körül. Na, ez a reggel nem ilyen reggel volt. A láthatatlan rét. Ez meg mi? Hová tűnt a rét? Hová tűnt a kedves kupacunk? Fityirc nem látott semmit, akárhogy merezgette is a szemét. Megnézem, mi történhetett, gondolta. Milyen nedves ez a semmi? Ha semmi nincs meg, én hogy meg vagyok? Hé, ki az? Fityirc vagyok. Ez biztos? Tényleg te vagy az? Te és itt vagy, pofánka. Nem is értem, mi történt. Reggel arra ébredtem, hogy rajtam és a kufli üregemen kívül minden, de minden eltűnt. Én is pont így jártam. Lehet, hogy egy mindenevő járt erre felé. Majd talán egy óriási radír tüntette el a rétet. Az csak akkor történhetne meg, hogyha itt minden rajzolva lenne. Gyere, nézzünk körül, hát ha találkozunk még valakivel. Egymás kezét fogva elindultak, ám néhány lépés után valami ijesztő dologra lettek figyelmesek. Ez meg mi lehet? Talán egy bika? Hogy kerülne a semmi közepére pont egy bika? Például eltévedt. A bika ekkor megmozdult és elindult feléjük. Nyomás innen! Ti vagytok azok. Csak zödön! Mit keres a hátadon az a ruhafogas? Gondoltam, jobb, ha van vele valami ijesztő, ha útra kelek ebben az izében. És mit akarsz megijeszteni vele? Néhány vadonkószáló nagy kabátot? Ne felejtsd el, hogy minket is megijesztett. Éhes vagyok. Szeretnék végre reggelizni. Ha minden eltűnt, akkor eltűnt a reggelid is. Két űrlény! Balér és Titus? Te meg hogy néztek ki? Védöltözik! Arra az esetre, ha nem jönnék valaminek! A dudálás az én ötletem volt. Így már messziről hallani, hogy jövünk. De így nem tudjátok, minek mentek neki. Teljesen mindegy. Úgyis minden eltűnt. Nem hiszem. Szerintem minden itt van, csak nem látszik. Hogy nem látszik? Szerintem a tejszíntől. Egy repülőcsészéből leöntötték tejszínnel a rétet. Ezért lett minden csupa fehér. Én szívesen leszem azt a sok tejszínt a rétről. Majd Titus keres neked hozzá egy repülő evőkanalat. Hey! Dobálózni nem ér. Majdnem átaláltatok a kalapomat. Ilyen ködben nem tanácsos vödröket haigálni. Ködben? Abban hát. Nem látod?
A felhők lefeküdtek pihenni a rétre, nyilván elfáradtak. Akkor most benne vagyunk egy felhőben. Szóval ezért nem látunk semmit. És nem lehet valahogy felébreszteni őket? Dehogy nem. Megvarhatjátok, amíg a nap felcsiklandozza őket a sugaraival. Vagy ébresztődalt énekeltek nekik. Ki tud egy jó ébresztődalt? Én azt hiszem, hogy tudok egyet. Jó reggel! Jövődött a kakas! Tolla tépet! A hangja magas! Jó reggel! Helbeg a gerle! El is lesz majd fete fenekelve! Jó reggel! Brummog a medve! Te kár, hogy nincsen! Bereked! Jó reggel! Tátog a csuka! Némán beszél! Jaj, de fura! Jó reggel! Tűnjük a róka! Miért nincs neki takarója? Jó reggel! Süvölt a láma! Nem is alszol többet, mamma! Úgy látszik, ez a kornyikálás tényleg felébreszti a felhőket. Elégedetten látták, hogy kezd felszállni a köd. A fehérségből lassanként előtűnt a zöldellő kuflikupac. Mi ez a rémes óbégatás? Ébresztődal a felhők számára. Mert hét alvó kufliknak. Miért? Lemaradtam valamiről. Nem láthattad a láthatatlan rétet. Sajnálhatod! A felhők közben felemelkedtek az égre. Gyertek máskor is! Kiáltott utánuk Hilda, aki sajnálta, hogy kimaradt a kalandból. De csak is reggeli után. Erről a többieknek is eszükbe jutott, hogy milyen éhesek. Odaintegettek a távolodó felhőknek, aztán gyorsan hazaszögtécseltek, hogy ők is keressenek maguknak valami harapnivalót. Csak vicceltem. Igazából sosem hittem a repülőcsészék létezésében. A kuflik és a mohamanyi. Békés délelőtt volt az elhagyatott réten. A kuflik éppen csendes hason pihenő versenyt tartottak. Psst! Bocsánat, a kupacuk oldalán. Psst! Psst! Ez meg mi lehet? Valaki szomorkodik a közelben. Megnézem, ki lehet az. A következőket látta. Balra egy vidám fűcsomó, jobbra két boldog bögre, lent a kupac aljában néhány gondtalan pitypang, kicsit odébb pedig egy derűs hangulatban poroszkáló lábas csiga. És amott a távolban, ott sem látott más, csak egy mosolyogva repkedő, felhúzhatós műpintjet. Na, de akkor kisóhajtozik. Szerintem egy mohamanyi az! A kuflik csodálkozva néztek Bélabára. Fiatal koromban néhány évig egy erdőben laktam. Ott hallottam gyakran ezt a hangot. Egy moha után sóhajtazó mohamanyi. Nehéz bármi mással összetéveszteni. Keressük meg! A kuflik feltápászkodtak hát, és körbejárták a kupacot. Még soha nem láttam szürke mohamanyit. Szerintem még nem láttál semmit se. Te meg hogy kerülsz ide? Véletlenül. Senki sem keveredik másként erre a világ végi rétre. Eljöttem az erdőből, ahol éltem. Az erdő döjfös mágusa üldözött el bennünket. Kihirdette, hogy a világ legvidámabb erdejében ezentúl tilos a sóhajtozás. Kevés vacak a berdőt láttam. Még moha is alig akad benne. Ezért is sóhajtoztunk naphosszat a társaimmal. Szomorú történet. Gyengének érzem magam. Napok óta nem jutok mohához. Ezért is vagyok ilyen ronda szürke. Máskülönben pompás zöld a színem. Vagy sóska nem jó helyette? Fui! Csak moha jöhet. Semmi más.
Akkor nincs más hátra. Megpróbálunk valahonnan keríteni. Így is történt. A kuflik szétszélettek a réten. Pofánka a puszpánk bokrok alatt keresgélt. Zödön a cakkos tüskefüvek között kotorászott. Hilda a zselécserjék környékén kutakodott. Valéra gombóckövek árnyékos oldalát vette szemügyre. Titusz pedig egy kiszáradt böhömtölgyet vizsgálgatott. Fityérc pedig hát egy sokat látott tokáskányától kért tanácsot. Na nézd csak, moha! Ó, remek kis moha! Délután lett, mire a kuflik visszatértek. Szomorúan, mert egy szál mohát sem találtak a réten. Nagyon elcsodálkoztak, amikor meglátták a kizöldült mohamanyit. Hát persze! Hiszen annak idején Hilda a kupac mohás oldalára ásta az üregét. Jé, tényleg! Ez valahogy nekem sem jutott az eszembe. Egy szálig megette az összes mohát. Nem ettem meg, hanem bemoháztam. Az nem ugyanaz. Idáig rendben van, de mi lesz ezután? Ha egy mohamanyi 3 napig nem jut mohához, először elszürkül, aztán töpörödni kezd, végül egészen eltűnik. Ki tudna itt segíteni? Én lehet, hogy tudok. Te? Hiszen a fatuskók nem is tudnak beszélni. A persze, hogy nem. Kivéve a beszélő fatuskókat. Gyerekek, akkor most segítsák vagy sem? Megkérnénk. A dolog elég egyszerű. Véletlenül van rajtam egy egész kevés moha. Na most, ebből a kevésből akár sokat is lehetne varázsolni. A mókás mohamondók a módszerrel. Figyeljetek csak, megmutatom. Oh, könnyű árontani. Ilyenkor mindig más lesz mohás, nem én. Azért hívják mókásnak ezt a módszert. Nincs kedvem nevetni. Megpróbálom újra. A fatuskó ismét dünnyögni kezdett, pontosan úgy, mint az előtt. Ez az! Mindig valami apróságon múlik, hogy sikerül-e. Varázslatos! 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 Annyi mohát kapsz, amennyi csak akarsz. Ha van kárván, még ide is költözhetsz. Ide a zsebembe. Nagyon kedves tőled! Hogy ez mennyire megható. Nem lenne kedvetek felköltözni a kupacunk tetejére? Pompás kilátás nyílik onnan az elhagyatott rétre. Ezt mindenki jó ötletnek tartotta. Tényleg szép a kilátás! Ezt a nap is hallhatta. Mielőtt eltűnt volna a látóhatár mögött, bíbor színű kalapjával még odaintegetett nekik. Jé, te gyuba moha vagy. Igen, pedig nem is szerepeltem ebben a történetben.